Ez a Hazai című műsor, ahol hát az elhízással kapcsolatban fogunk sok mindent érinteni. Elég nagy a baj, vagyis hogy mennyi, mekkora a baj, ezt mindjárt elmondja nekünk vendégem, dr. Halmi Eszter, elhízás kutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság ügyvezető elnöke. Szia, Eszter! Szervusz! Tehát mi is egy elhízás kutató feladata azon kívül, hogy az okokat keresi? Tulajdonképpen mindenkinek van egy speciális területe. Én elmondhatom magamról, hogy elég hosszú idő óta foglalkozom ezzel a tudományterülettel, és nagyon sokféle kutatómunkában vettem részt. Tehát tulajdonképpen érdekel az okokat illetően széles körben vizsgálom, hogy mik az okai az elhízásnak, illetve mit tehetünk, és speciálisan az életmódfaktorokkal, részletesen életmódbeavatkozásokkal, illetve hogy a testsúlycsökkentés és a testsúlytartás hogyan érhető el, és milyen eredményeket hoz az egészségünk szempontjából, hogyan csökkenti azokat a bizonyos rizikotényezőket, amelyek az egészségünket veszélyeztetik, és hogyan lehet ezt elérni. Na, hát szépen összefoglaltad, erről fogunk beszélni ebben az órában. Egyébként mekkora a baj? Akkorák vagyunk, hogy az európai térképen ez már ennyire szembetűnő, elhízás tekintetében természetesen. Nagyon nagy a baj. Nem vigasztal bennünket az, hogy világméretekben nagyon nagy a baj. Ez azt jelenti, hogy globálisan az egész föld lakossága elhízik. 10 éven belül várhatóan 4 milliárd lesz a túlsúlyos és elhízott személy a földön. És mi ennek a legnagyobb oka, hogy itt tartunk? Tehát nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra, de hát azért mégiscsak azzal kellene törődnünk, hogy mi hogyan tudunk tenni ezért. Az okok között nagyon sok ok van. Alapvető, amit szerintem már mindenki tud, hogy nem megfelelő mennyiségű, mértéktelenül sokat étkezünk, és az összetétele sem kedvező a mai táplálkozásnak, emellett minden korosztályra jellemzően rettentően inaktívak vagyunk, a gyermekek különösen életkorhoz kötötten nem végzik el mindazt a testmozgást, amire szükség volna. Úgyhogy a másik nagy probléma még túl azon, hogy a felnőtt lakosság már az elhízás miatt szenved számos további krónikus szövődményes betegségben. A gyermekek elhízása is egyre szembetűnőbb, és ebben a 10 éves szakaszban a világban várhatóan megduplázódik a fiúk, és több, mint duplájára nő az elhízott és túlsúlyos lányoknak a száma is. Tehát az utódainkra is kell gondolni, mert egyre rosszabb a helyzet. Petőfi Rádió. Benne pedig a Hazai, a mikrofonnál Mák Kata, és vendégem dr. Halmi Eszter, elhízás kutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság ügyvezető elnöke. Hazánkban a túlsúlyosak és az elhízottak együttes aránya mintegy 70%-ot tesz ki, ez nagyon magas. Kezdjük ott, mi a különbség a túlsúly és az elhízás között? A túlsúly az még egy kevésbé veszélyeztető állapot, az figyelmeztet bennünket arra, hogy oda kellene figyelni. De sajnos ilyenkor még nem szoktuk észrevenni. És a túlsúly az mennyi plusz kilót jelent? Az tulajdonképpen egy egyszerű képlettel kiszámítható a BMI, vagyis a testtömegindex, amit interneten könnyen meg lehet találni. Ez a testsúly kilogramunkat elosztjuk a magasságban mért méterben mért magasságunk négyzetével, és ez az érték adja meg azt, ez 25-30 között, ha van, felnőttek esetén, az túlsúlyt jelent már, és az elhízás a 30-as érték fölött kezdődik. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 5-8 kilogramm még általában egy átlag ember túlsúlyos kategóriába számít, ettől felé már elhízásról beszélünk, és sajnos az elhízásban a határa csillagos ég, mert ma már több 100 kilogrammos személyek igen nagy számban élnek a világban. Ugye akkor a túlkínálata, az előbb beszéltünk erről az élelmiszerpiacon, hogy nyilván mindig a kedvencünk sok esetben az édes ízek felé húz a szívünk, és ezeket részesítjük előnybe, ezekből táplálkozunk. Közben hozzátartozik az is, hogy rohanunk, felpörgött a világ, időnként bekapunk gyorsan például egy péksüteményt, közben mobilozunk adott esetben is, észre se vesszük, hogy egyáltalán ettünk valamit, csak megyünk tovább, aztán megint eszünkbe jut, megint gyorsan bekapunk valamit, tehát ezek is vezethetnek az okokhoz, gondolom. Igen, pontosan, az életmódunk teljesen megváltozott az elmúlt évszázadokban, de most az évtizedekben, sőt a Covid időszak alatt különösen, az átlag európai ember, és ide tartozunk mi is, 500 kilokalóriával többet vesz magához naponta, mint amire szükség lenne, és hát ülő munkát és foglalkozást végzünk szinte kivétel nélkül ma már. Úgyhogy ez oda vezet, de az életmód többi faktora is jelentősen megváltozott.
ott így hadd utaljak arra, amit említettél, hogy egy rohanó világban élünk, felgyorsult az élet, információ dömping, és rendszertelen életet élünk. A rendszertelen élettel nem alkalmazkodunk az éjszakák és nappalok váltakozásához, és ez már a hormonháztartásra kedvezőtlen hatással van, és ez már az egyik tényező például abban, hogy a világ elhízik. Tehát mederbe kellene terelni az életünket és rendszerbe mindaz az éjszakai pihentető alvásunkat, éjfél előtt meg kellene kezdeni, mind ugyanígy időre kellene étkezni, és nem az említett bekapkodom, és nem tudom, hogy mit, és nem tudom, hogy mennyit. Ezen és akkor, hogyan étkezzünk? Mert közben ugye annyi diétáról is lehet hallani, nagyon nehéz eligazodni. Tehát időre étkezzünk, de akkor pontosan hogyan segíts nekünk ebben? Igen, tehát a mit túlzottan előtérbe került a mit, és mindenki úgy gondolja, hogy ha jóféle ételekből fogyaszt, akkor nyugodtan lehet, de ez nem így van. Tehát a nagyon fontos a mennyit kérdése. Tehát először is talán a felét kellene egy nap bevinni, mint amennyit jelenleg beviszünk nagyon sokunknak, és utána lehet azt, hogy ezt meg tegyük meg időre, tervezzük meg. Ma már az ember nem tervezi meg az étkezéseit, és ez nagyon nagy hiba. Tehát az étkezés bizonytalansága is bizonyítottan egyébként tanulmányokban az elhízás oka is közé tartozik. És akkor hogy együnk? Mert ugye lehet hallani azt is, hogy inkább együnk 5-ször, de keveset, vagy van, aki arra esküszik, hogy 16 órát például kihagy, és 16 órában egyáltalán nem eszik, csak a maradékban. Igen. Ez ugye most már nagyon sok mindent lehet hallani. Nem vagyunk egyformák. Először is ezt ki kell jelenteni. Másrészt az életkori sajátosságoktól is függ ez, míg fiatalabb gyermekek és fiatal felnőtteknél az ötszöri étkezés az elfogadható, de itt úgy kell elképzelni, hogy egy alma vagy egy pohár joghurt a 10 órai és az uzsonna, tehát az ötszöri étkezést így kell elképzeljük, és egyébként pedig felnőtt embernek 2-3 főétkezés, ha az rendezett időben történik, tökéletesen elég. Tehát a munkarendünkhöz is tudjuk alakítani azt, hogy mikor és hogyan. Másik nagyon fontos tényező, hogy déltájban kellene legyen a főétkezés. És hát a mai élettel ez is elcsúszik a késő estére. Sokan akkor reggeliznek. Igen. Minél később étkezünk, annál rosszabb helyzetbe kerülünk, mert nyugtalanabb lesz az alvás. A kialvatlan ember másnap még többet étkezik, tehát egy ördögi körbe kerülünk. Ezért lenne a legfontosabb az úgynevezett cirkadián ritmushoz, tehát a természetes élőhelyünkhöz, a nappalok, éjszakák váltakozásához igazodva élnünk. Táplálkozzunk és mozogjunk is egyébként. Na, hogy mennyit mozogjunk? Petőfi Rádió. Ez pedig a hazai, dr. Halmi Eszter a vendégem, elhízáskutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság ügyvezető elnöke. Esztertől ebben az órában te is kérdezhetsz a 0630303380-as számon, és Szegedről üzent is nekünk egy hallgatónk. Sziasztok! A BMI egy nem reális mérési faktor, azt írja, mivel az, aki izmos, tehát a testsúlya nagy része izom, ugyanúgy az elhízott kategóriába fogja sorolni a BMI, tehát nem reális. Jól tájékozott a hallgató, a BMI csak egy első megközelítésre alkalmas szám, ahhoz, hogy diagnosztizálni tudjuk egyéni szinten, hogy ki túlsúlyos, ki elhízott, ki szenved már elhízás betegségben, sokkal több vizsgálatra van szükség, így az orvosi fizikális vizsgálat nem maradhat el, laborvizsgálatok nem maradhatnak el, és a testösszetétel vizsgálata, amit említett a hallgató, hogy ha az izomtömeg és a zsírtömeg hogyan aránylik egymáshoz, illetve az sem mindegy, hogy a zsír hol helyezkedik el a szervezetben, tehát például jelentősen bőr alatt és testszerte, vagy pedig hasra lokalizálódó, az utóbbi az, ami veszélyesebb. De a hallgatónak annyit szeretnék még megjegyezni, hogy sajnálatos módon a túlzott izomtömeg sem egészséges hosszú távon. Úgyhogy vannak túlik határok, tehát mindenképpen orvosi vizsgálat határozza meg azt, hogy ki hol tart.
De a testtömegindex tulajdonképpen egy mérési támpont lehet. Egy alapvető első mérési támpont, ezen kívül a haskörfogatmérés, azt érdemes férfiak esetében 92 a veszélyeztető, 102 már az igen veszélyeztető haskörfogat, vagy nők esetében 80 cm alatt kellene lenni a haskörfogat, és 88 cm fölött már kifejezetten veszélyeztető, tehát vannak egyéb ilyen paraméterek is, de valóban a testösszetétel vizsgálata az elkerülhetetlen. A hasi típusú elhízással mi a helyzet? Az miért olyan veszélyes? Elsősorban a különböző szövődményes további metabolikus betegségeknek a talaja az a hasi típusú elhízás mentén jön létre. Tehát itt elsősorban gondoljunk a kettes típusú diabéteszre, gondoljunk a különböző lipid, tehát vér-vérzsírok eltérésére, és gondoljunk akár a zsírmájra, amely egyre gyakoribb betegség, vagy alvási apnoe, ami szintén kapcsolódik az elhízáshoz. Úgyhogy számos egyéb olyan szövődmény, szívbetegségek, de daganatos betegségek, ma már 13 féle daganatos betegség tulajdonképpen az elhízáshoz is köthető, tehát az elhízás talaján is létrejöhet. Hipertónia a legnagyobb arányban, magyar lakosságban éppen vizsgáltuk, hogy a hasi típusú elhízás és a hipertónia előfordulása, kettes típusú diabétesz előfordulása igen-igen szoros összefüggést mutat. És a hasi elhízással kapcsolatban milyen mozgásformát létesítsünk előnybe? Nyilván az egész testünket kell edzeni, nem csak a hasunkat, de onnan a legnehezebb egyébként eltüntetni. Mit csináljunk? Így van, azért egy általános testmozgás, testedzés beindításával a hasra lokalizálódó zsír szépen elkezd elindulni. Nagyobb gond a hölgyeknél a csipőtáji elhízás, mert onnan még nehezebben indul el a zsír csappanása, tehát ott is oda kell figyelni, csak szerencsésebbek a hölgyek, hogy ez kevésbé veszélyeztető. A stressz hogyan hat a kilókra? Mert a tapasztalat alapján, aki nagyon stresszes, az fogy. De nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Az a kérdés, hogy mely hormonok kerülnek előtérbe a stresszel, mert van, aki, gondoljunk arra, hogy vizsgai időszakban inkább fogy, van, aki inkább hízik, jellemzően inkább bizonyos életszakaszok válságában jön létre ez a két típusú forma, tehát tulajdonképpen mind a kettő a hormonváltozások következtében jön létre. Egy biztos, hogy az úgynevezett distressz, a káros stressz, az nagyon felszaporodott a jelen világunkban. A Covid időszakban egyértelműen az úgynevezett szorongás, a tárgytalan félelem, az meglehetősen jelen volt az egész társadalomban. És a szorongás a hormonrendszerünkre hat, és ezáltal úgy hízunk, hogy nem is kell hozzá ennünk? Abszolút, gyakorlatilag igen. És ez mind oda vezet együttesen, hogy a stresszelt ember már nem úgy alszik, a rosszul alvó ember már másnap stresszeltebb, és az ördögi kör az folytatódik, tehát tulajdonképpen a pozitív stresszeket kellene megélnünk, ami azt jelenti, hogy a kedvező, a munkaidőn kívüli időtöltést kellene megfelelően szórakoztató és üdítővé tennünk. A mikrofonnál Mákkata, vendégem pedig dr. Halmi Eszter, elhízáskutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság ügyvezető elnöke. Eszter, sok kérdés érkezett SMS-ben. Egy-egy étkezést, azt írja egy hallgatónk, simán ki lehet ütni egy protein itallal, ami tejsavóból készül például. Tulajdonképpen ki lehet ütni, csak az a kérdés, hogy milyen, honnan származik, milyen a minősége, tehát erre nagyon oda kell figyeljünk. A másik dolog az, hogy itt is a rendszertelenség szóba jöhet, mert az, hogy akkor éppen kiütünk valamit, és még mindig nem tudjuk, hogy milyen a napi és milyen a rendszeres táplálkozásunk. Hogy ellenőrizhető a megfelelő hormonszint, ezt kérdez egy másik hallgatónk. Tulajdonképpen laborvizsgálatok szükségesek, de felhívnám a feszélyét annak, hogy most nagyon elterjedt az, hogy mindenki vagy genetikai okokat keres a saját elhízásában, vagy endokrin okokat, tehát a hormonháztartás zavarát. Ezek megbújhatnak, tehát az orvosi kivizsgálás során erre szükség van, hogy ezt feltérképezzük, de a megoldás mindenképpen az, hogy változtatni kell az életmódon. És nagyon sok olyan
betegség kedvezőbb állapotba hozható, hogyha sikerül fogynunk, így az említett hipertónia, kettes típusú diabétesz, vagy bizonyos például a COPD, vagy egyéb olyan betegségek zsírmáj gyönyörűen javulhat. Tehát mindenképpen arra kell gondoljunk, hogy a megoldás az egy, tehát nem meneküljünk különböző betegségekbe, amelyekről tudjuk, hogy elhízást okozhat. Üdvözlöm, mi a véleménye a növényi alapú étrend és a fogyás kapcsolatáról? Az üdvözítő a kiegyensúlyozott étrend, amelyben szerepe van az állati fehérjéknek is, tehát vashiány alakulhat ki a növényi táplálkozás mellett, különösen gyermekek esetén és kismamáknál nagyon oda kell figyelni, dietetikust kell igénybe venni, hogy a megfelelő fehérje bevitel megtörténjen. Tehát mindenki végül is választhat, nem vagyunk egyformák. Arra kell odafigyelni, hogy azért a megfelelő tápanyagbevitel megtörténjék. Nagyon sokszor azért jön létre fogyás ezzel az étrenddel, mert közben az összkalória bevitel csökkent. Az alkoholfogyasztás és az elhízás hogy függ össze? Alkoholnak minden gramja a legtöbb kalóriát tartalmazza a különböző makrotápanyagok mellett. Tehát ez azt jelenti, hogy ha alkoholt fogyasztunk, akkor egyrészt jelentős kalóriabevitel történik, másrészt pedig az alkohol azért is bűnös, mert a szervezetbe bevitt egyéb zsiradékokat, amit táplálkozással beviszünk, az alkohol megköti. Tehát benne van az elhízásban. Ez a Petőfi Rádió. És benne a hazai című műsor, vendégem dr. Halmi Eszter elhízáskutató, a Magyar Elhízástudományi Társaság ügyvezető elnöke. Eszter, melyik korosztály, melyik nem a legveszélyeztetettebb, ha elhízásról beszélünk? Lakossági vizsgálatainkban kiderült, hogy a felnőttek körében, a fiatal férfiak körében a legerőteljesebb az elhízás növekedése. 2010-től vizsgáljuk nagy elemszámon a lakosságban, és a 18-25 év közöttiek jelentős és hirtelen testtömeg növekedését tapasztaljuk. Ez azért veszélyes, mert már körükben megjelenik fiatalon a különböző szövődményes betegség is. Egy munkahely, egy iskola milyen szerepet tud kivenni abból, hogy kicsit odafigyeljen ránk, és milyen előrelépést se tud segíteni abban, hogy ne legyünk elhízottak, túlsúlyosak. Nagyon fontos a közösségek szerepe. Például az is kiderült, hogy a baráti társaság meghatározó abban, hogy ki milyen testsúlyban van. De visszatérve a nagy közösségekre, a munkahelyek, hogy egészséges környezetet biztosítsanak, az iskolák úgy szintén egészséges életmódhoz segítsék a gyerekeket. Nagyon nagy jelentőségű. Most elindult az Aktív Iskola program, amelyben több száz iskola testedzése fokozottan figyelemmel lesz kísérve, és ez az egyik alapvető tényező. A munkahelyeknél igen fontos a többi életmód tényező is, hogy például a dohányzás visszaszorítása, a füstmentes környezet, alkoholfogyasztás ne legyen megengedett. Az, hogy az ülőmunkát végzőknél a megfelelő testmozgásokat óránként elvégezhessék a dolgozók. Az, hogy amennyiben étkeztetést is biztosít egy munkahely, ott figyelemmel legyünk a mai ajánlásokra, hogy melyek a megfelelő táplálékok. Tehát ez mind-mind nagy segítséget jelent abban, hogy társadalmi szinten is próbáljunk közösségek szintjén tenni azért, hogy ne folytatódjék ez a folyamat, ami pillanatnyilag megállíthatatlannak látszik világszerte, hogy nő az elhízás. Eszter, te hamarosan útra kelsz, Prágában lesz a 9. Közép-európai Elhízástudományi Kongresszus. Itt több funkcióval is részt veszel, pár szóban mesélj nekünk erről, és sajnos aztán el is fogyott az időnk, el kell búcsúznunk. Igen, előadom a hazai adatokat, ezen kívül ülésselnök leszek, és mint a Magyar Társaság elnöke, a Közép-Európai Elnökök Fórumán megtárgyaljuk azt, hogy a környező országok hogyan állnak elhízás tekintetében, milyen jó gyakorlatok vannak, akár prevenciós programokat illetően, akár a kezelést illetően milyen új lehetőségek vannak, és ennek körében el kell mondjam azt, hogy a gondolat kialakítása, hogy a közép-európai országoknak
külön regionális rendezvényt kell rendeznie. Pont a Magyar Elhízás Tudományi Társaság gondolata volt, és mi már 3 ízben rendeztük a 9-ből ezt a rendezvényt. Eszter, nagyon szépen köszönjük. Tehát még egyszer dr. Halmi Eszter elhízás kutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság ügyvezető elnöke volt ebben az órában a vendégem.